Szeretettel köszöntöm nézőinket, és nagy szeretettel, de félig meddig szomorúan, és azért félig meddig vidáman köszöntöm ezt a három kedves vendéget, hiszen tulajdonképpen eredetileg azt szerettem volna, hogy három darab Zakariás Évát hívok el. Ehelyett azonban csak úgy tudtuk megoldani itten Szalai Zsolt kollégámmal, hogy jött Háda János is, és jött Szabó Máté is, akik egyébként nagyon kedves, kellemes színművészek, akiket én nagyon kedvelek, csak hát az a bajom ugye, hogy hát sajnos a közelébe se jöttök az Évának, úgyhogy ezt most az elején muszáj volt elmondanom, mert ez egy ilyen pszichés sokkot jelentett volna. Csak számomra. A mihez tartás véget, hogy tudjuk, hogy merre hányvétel. Jó, oké. Okay. Éreztek jól magadat. Igen, jó. Máté, de most őszintén köztem, és az Éva közül te is inkább az Évát választanád, ugye? Egészen valószínű. János. Valószínű. Most komolyan mondom. Van egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy tulajdonképpen azzal az apropóval lettetek ide hívva, hiszen mind a hárman jeles szinkron színészek is vagytok, de hát már ez a szó is olyan, hogy nagyon sok művész kiveri a víz ettől. Én azt hiszem, hogy ebben egyetértek, úgyhogy mindenkinek megadom a szót a tudományos expozícióra ezzel kapcsolatban. Éva, kezdette? Rangidős is van a sorban. Azt gondolom, hogy ez egy folyamat. Bocsánat, azért te nem vagy szerény, mondja, hogy a rangidős van a sorban, és elkezded rögtön. Hát igen, átadtam szót. Pedig nem hadartam, de ennek a hadartnak majd még lesz jelentősége. Igen, figyelek. Azt hiszem, hogy ez egy folyamat. Régebben, egy olyan 20 évvel ezelőtt, és talán még 10 évvel ezelőtt is mindenki kikérte magának azt, hogy szinkron színész, mert akkor még úgy történtek a dolgok, hogy színészek szinkronizáltak. De a színészek játszottak színházban, délelőtt próbáltak, délután szinkronizáltak, elmentek előadásra. Általában a Pannonia Filmstúdió tele volt színészekkel, és szinkronizáltak. Akkor még Sinkovics Imre, stb. Aztán a szakma odáig fejlődött, idézőjelben, odáig fejlődött, hogy elindult egy olyan folyamat, hogy már nem csak színészek, hanem kifejezetten szinkronizálást tanuló szakmunkások is szinkronizáltak. A rendezőt is ismerek, illetve hát nem ismerem, de tudom, hogy kik voltak. Az sem mindig olyan, aki nem tudom, mondjuk a Harvardon végzett, de hát ez most igen, minden... hát azt mondják, hogy ne gátoljuk a tehetség kibontakozását, tehát azért mégiscsak kell egy szakmai előképzettsége ehhez a dologhoz is. Tehát régen általában csak színészek szinkronizáltak, most már színészek is szinkronizálnak, és szinkron színészek is szinkronizálnak. Máté, nagyon csúnyán rám lesz, hogy nehogy ezt megmerjem kérdezni. Te úgyis ilyen riporter művész is vagy, légy szíves, mondd el nekem akkor ezt a kérdést végig, hogy hogyan hozzám kérdezni, hogy na most ti, hogy folytatod? Na? Hát, hogy akkor most ti melyik kategóriába soroljátok be magatokat? Nem én kérdeztem. A szinkron színészek kategóriájába, avagy a színészek nagy halmazába, akik egyébként mindemellett, hogy színházban is játszanak, és esetleg egy-egy televíziós műsort is levezetnek, mondjuk szinkronizálnak. Én az utóbbiba próbálom sorolni magam. Igen, ez egy érdekes folyamat. Én mondjuk magában a folyamatban így nem láthattam annyira bele, hiszen az elmúlt 10 évben tettem én föl erre az életemet, hogy szinkronizálok. Mondjuk ez alatt a 10 év alatt is megéltem azért sok mindent, fönn és lent, mindenféle tekintetben, szakmailag. Most a szinkronban vagy pedig egyébként? Egyébként is, de az hagyjuk, de most a szinkronban, igen. És így nehéz ezt a folyamatot annyira kívülről látnom, de valószínűleg úgy van, ahogy a Jani is említette, hogy ma már nem csak színészek szinkronizálnak, hiszen múltkor volt pont erre egy precedens, hogy az egyik stúdióba ki akarták hívni a nem tudom melyik aktuális most per pillanat rádió műsor szereplőit, illetve nem szereplőit, hanem műsorvezetőit, akik majd lesznek a szinkron hangok, mert a megrendelőnek, aki a nem tudom kicsoda, az a kérése, hogy ő azt szeretné, ha a rádiós hírbeolvasó szinkronizálná a Pingvint, most mondtam valamit, és akkor az van, tehát ő lehet, hogy életében nem mondott egy mondatot se a rádión kívül egyébként mikrofonba, de most ő fogja a Pingvint csinálni, tehát ez igazából kicsit nehéz helyzet, de így van, ahogy a Jani is mondta. Én most nem arra gondolok, hogy az a színész, akinek diplomája van. Persze, én sem arra gondolok, ez egy rossz szólás volt, mert Latinovistól kezdve itt emlegethetnénk a legnagyobb művészeket, akiknek. Vagy ha volt diplomájuk, egyéb diplomájuk volt, de semmiféleképpen nem. És nem elvitatva azoktól a szinkron színészektől, akik igazán csak szinkronból élnek, és nagyon professzionálisan művelik ezt a szakmát, azokat is kivételnek tekintem, és vannak olyanok is, akik szányítástól szájzárásig tudnak csak beszélni. Éva, mondasz erről valamit? Az igazság, hogy nekem még mindig összeugrik a gyomrom, tehát akár eltelt 20 év, akár nem, nekem összeugrik a gyomrom, mikor azt mondják, hogy szinkron színész. Mm-hmm. Nem tehetek róla. Én azt gondolom, hogy a színészetnek ez egy olyan, a színművészetnek egy olyan szép ága,
mert a színészeknek nagyon sok ága van, mint a, mondhatjuk, hogy filmezünk, filmszínész valaki, színházi színész, és ott van a szinkronizálás. Tehát én is azt gondolom, hogy szinkronizáló színésznek tartom magam. Én nagyon szeretek szinkronizálni, és azt gondolom, hogy egy picit el van hanyagolva, és valahogy azt érzem, hogy mostoha a szinkronizálás, és valahogy egy picit úgy le van nézve ez a szakma, vagy a szakmának, a színész szakmának ez az ága, és nagyon méltatlanul van lenézve, így gondolom. És sok esetben, most ne komorítsuk el ennyire a beszélgetést, de sok esetben maga a szakma nézi le. Igen. Tehát nem feltétlenül a hétköznapi ember mondja azt, hogy ja, ő csak szinkron színész, és nem játszik színpadon, hanem van egy pici ilyen felhangja a dolognak, hogy ja, te nem kellettél se ide, se oda, se oda, majd akkor mész a szinkronba. De ez azért ennyire nem egyszerű. Tehát aki jó, az nyilván a tehetséget megtalálják itt, ott és amott is, és ebben is. És aki itt sem jó, vagy ott sem jó, az előbb-utóbb kihullik. De nagyon érdekes, amit mondasz, mert különben nagyon, nekem nem egyszer volt olyan alkalmam azt megtapasztalni, hogy nagyon neves, jó színész, aki színpadon baromi jó, odaállt mellém a szinkronba, és nem volt jó. Vagy olyan szinkronizáló színész, akit én nagyon becsülök és tisztelek, és esetleg együtt játszottunk színpadon, vagy láttam valahol színpadon, és azt mondtam, hogy nem. Tehát ez nagyon érdekes. Megmondom azt is, hogy ennek mi az oka. Ennek egyrészt az az oka, hogy az a neves színész, az arra a szerepre volt éppen kitalálva a szinkronba, és nincs gyakorlata, mert keveset szinkronizál, ezért természetes módon, mint egy kezdő viselkedik, meg lenne benne az a tehetség. Nem úgy, mint régen, amikor Mensáros Rászlótól kezdve a Bodrogi Gyuláig mindenki szinkronizált nagyon jó filmeket, és az életük részévé vált az, hogy ők szinkronizálnak is, tehát tudták ezt a szakmát is. Hát igen, te csinálod a Monkot, amiről majd még szeretnék egy kört futni, de hogy voltak olyan figurák, akikhez hozzátapadtak, nagyon jelentős magyar művészek, tehát még az ilyen buli filmeknél is, hogy a Piedonéhoz a Bújtor, igen. A Terence Hillhez az Újréti, aki igen. Ugye a József Attilában neked kollégád volt, ugye, szóval, illetve még mindig az, Na most a pénzről beszéljünk egy picit, bár ilyen óvatosan szeretnék, hogy te tapasztaltad, te már 20 évvel ezelőtt éltél, ugye, és csináltad ezt is, hogy a honorálása ennek mennyire volt jobb vagy rosszabb? Arányában mindenképpen jobb volt, mert majdnem, hogy ugyanannyit kapunk most is egységenként, mint akkor nem sokkal többet, viszont a pénz sokkal többet romlott. Inkább viszont az elosztás, Az, ami érdekes, tehát az a fajta viszonyulás a pénzhez. Amikor én elkezdtem szinkronizálni főiskolás koromban, igen. Akkor a Pannonia Filmstúdióban úgynevezett kategóriák voltak. Volt a főiskolás kategória, volt a kezdő kategória, volt a Láng József, volt a Sinkovics, tehát a sztár kategória. Azok, akik főszerepeket szinkronizáltak, azok egy magasabb kategóriában, magasabb egységárat kaptak bizonyos tekercsenként, míg kevesebbet. Aztán kaptam egyszer egy levelet, miután sokat szinkronizáltam, hogy kedves Háda János, önt a vállalat vezetősége egyel magasabb kategóriába sorolta. És nem volt vita. Mindenki elfogadta, mindenki tudta, hol a helye. Most egy picit arányaiban az, hogy most az, aki tegnap jött oda a valahonnan valakinek a valaki, tegnap jött oda és áll mellém szinkronizálni, az ugyanannyit kap azért a tekercsér, mint én, aki 25 éve ott állok a mikrofon előtt. Tehát akkor nem annyira jó üzlet. Viszont azt biztos hallottátok, hogy vannak ezek a pornó számítógépes cuccok, amiből ez a magyar fiú iszonyúan gazdag lett. És most, hogy itt van az Éva, arra gondoltam, de nagyon a második vagy harmadik leggazdagabb magyar ember ilyen jóval 100 milliárd fölé ment. Nem tudok erről. Egy ágazat, amit nem mi fettünk le. Viszont egy ágazat, amit még fel lehetne fedezni, mert hangban ezt most ugye az Évát hallgattam, eszembe jutott egy olyan telefon, mondjuk szextelefonnak nevezném, de nem olyan csúnya, szóval semmi csúnyát nem mondana az Éva, csak egyszerűen beszélne időjárás jelentést meg. Tehát egyszerűen ilyen közömbös szöveget, és felhívnák a pasik, és elájulnának tőle. Szóval érted, ez egy valamilyen üzletet is kéne majd a Hadart mellé. Értem, tehát ez egy új... Megszület a bevétel. Ja, akkor ilyet is csinálhatok. Jó, oké, köszönöm szépen. Megjegyzem, én főiskolás koromban még... Amit csináltál? Éjszaka, ami hát azért, hogy legyen reggel kajára pénzünk, igen. Mi elmentünk a Kokóhoz, a
szinkronizálni ilyen felnőtt filmeket. De jó, hogy úgy szólt, hogy szinkronizálni. Na, mesélj erről. Most egy társaimmal ott álltunk hajnali kettőkor, és liegtünk. Liegtünk két és fél órán keresztül. De csak lihegni kellett, semmilyen szöveg nem volt. Meg volt megírt szöveg néha. Volt megírt szöveg, igen. Azon azért nevettetek. Igen, jó, csinálj, csatabb és ne vár, mit is Jó, gyere, de hát ezt létszes úgy, hát aztán is improvizálni kellett, na de az, hogy elszédültünk, na most utána, na most mitől szédültetek el? A sok lihegéstől. A sok lihegéstől elszédültünk. De hogy kell lihegni, bocsánatot kérlek. Akár 10 másodperc alatt is elszédültünk. Mert ez megint más egy művész. Mert látod, milyen jól csinálja az évad, Zoros. Megint más egy művészfilmben egy erotikus jelenet, amikor... Akkor is elszédülsz. Ezt csinálod két és fél órán keresztül, hát főleg a lányok aztán... És ugyanannyi pénzt, és ugyanannyi egész más miatt volt akkor a szédülés, akkor nem is a lélek. Azért nézni kellett a képet, mert reagálni kellett arra azokra a mozdulatok, hogy pont akkor legyél le, hogy nézjél, hogy utána fél négykor hazamentél, és a barátod rán, és azt mondja, nem. Nincs az az Isten. Ma este biztos. Mit csináltad? Próbáltunk a színpadon, és sokáig. Apa dolgozott meg. Nekem egyetlen ilyen emlékezetes szexmozi élményem volt, ami úgy igazán megmaradt, hogy ilyen német kastélyban játszott, ilyen szoftos bajor szexfilm volt, és volt egy ilyen nagy darab orosz sofőr, és a grófnőt azt a kredencen így úgy, hogy a kakalinka maján című történettel intézte el. De hát akkor ennyit... Cipelőket csináltuk, bocsánat, ami ilyen nem szexfilm volt, hanem a Maukner Jóska bácsi rendezte, piros cipelők, és ilyen erotikus film volt, tehát cicik látszottak meg ilyenek, de fő akláció nem, de az érdekes volt azt szinkronizálni, és átmentem valamelyik kollega, és akkor azt mondta, ugye az, ha azt mondják neked, hogy ez rövid volt, vegyük még egyszer, az azt jelenti, hogy a szájnyitás és a szájzárásig ugye addig tart egy mondat mondjuk, és előtte fejezted be, és hogy még így csinált. És megszólt a kollégám, hogy Jóska bácsi, csak ennél a filmnél nem mondasz, hogy rövid voltál. Csinálod ezt a vetélkedőt a TV2-n, ugye, hogy Nagy vagy, ugye, az a címe. Igen. Én próbáltam, hogy is mondjam, megnézni ezt a dolgot, hogy mennyire felelnék, mert szóval valószínű, hogy nem nagyon lennék te ott valami. Te sajnos kiesnél, igen. Te kiesnél a rostán, sajnos. Igen. Ha csak nem így felkészítő tanár jelennél meg egyszer, csak egy síppal a szádban, de igen, ez általános iskolások számára fenntartott szórakozási lehetőség. Tulajdonképpen most már évek óta csináljuk ezt az egyik kereskedelmi csatornán. Sportvetélkedő, ahol 5-től 8-ig jönnek a gyerekek, beosztott életkor és nagyság szerint természetesen, és aztán tulajdonképpen nincs gátja, tehát az jön és nevez be erre a versenyre, aki akar, a legkisebb falucska iskolájától a legnagyobb budapesti iskolákig, és láttuk már karomvarjú, tehát általában a vidéki iskolák egyébként elverik a fővárosi. Hát komolyan készülnek, borzasztóan akarnak és csinálják, és szeretik, és tök jó. Két rövid kérdésre, két őszinte választ szeretnék. Húha. Az egyik az, hogy te ugye ilyen vetélkedőket, ilyen telefonos játékokat elég sokat vezetél, és elég sokat voltál a képernyőn, tehát te egy nagyon ismert arc lettél ezáltal. Gondolná az ember, szerintem, de, jó, szerintem. De mondjuk, igen. Megyük úgy, hogy feltételezem, jó, és akkor azért. De nyugodtan. De nyugodtan közs belé, mert ez erősíti a tüdőmet, és akkor nem fogok elájulni az Évától. Szóval, tehát, hogy mennyire ismernek meg ettől, vagy mennyire ismernek meg ettől jobban, mint mondjuk a színházi, meg egyéb szerepektől. A másik pedig az, hogy vajon, amikor te ezt elkezdted, mert te, bocsánat, szembe fogom dicsérni őt, hogy te nagyon jól csinálod, tehát nagyon kellemes jelenség vagy, mint riporter, meg műsorvezető. Ezért is bíztam volna rád, hogyha elájulnék. Igen, szóval, hogy akkor, amikor ezt a vetélkedőt elkezdted, akkor volt-e olyan perspektíva, hogy te azt remélted, hogy na majd ez lesz, meg az lesz? Két kérdés volt. Szerintem mindig van ilyen perspektíva. Szerintem mindig, amikor jön egy lehetőség, akkor azt az ember megpróbálja megragadni, a lehető legjobban kiaknázni, kieszközölni minden lehetőséget belőle, és aztán várja a következőt tőle, hogy na majd, ha ezt látják, hogy én ezt is tudom, meg azt is tudom, akkor majd az hozza magával a többit. Ez sajnos ez nagyon rózsaszín cukorfelhő, ez azért nem ilyen egyszerű ez a történet. Hogy mennyire ismer, egyébként a mai napig várom, csak mondom, de hogy még bármi lehet belőle, mindegy, ez nem lényeg, hogy mennyire ismernek meg. Most igazából nem tudom.
múltkor volt egy kellemes emlék, amikor a szomszédba költözött egy új lakó, és mindegy, én levágtam otthon a sövényemet úgy, hogy azt rendje módja szerint kell, és átesett néhány ág a túloldalra ő hozzájuk. És ő kiverte a palávert, hogy itt mit keres itt ennyi sövényág, meg nem tudom, és ő itt a rendes udvart akart, mert jönnek a szülei ide lakni, meg nem tudom. És így néz rám, és közben úgy látom, hogy úgy bizonytalanodik el így a mondatai közben, és azt mondja, hogy maga egyébként nem a Magyar Színházban játszik. És úgy teljes lefagytam, és hát nagyon borzasztóan megörültem neki, hogy nem a televízióból, hanem a Magyar Színházból voltam ismerős, mert ő az István a királyt, meg a My Fair Lady-t, meg nem tudom mit látott 6 évvel ezelőtt, és de elmondom, hát igen, tehát van olyan, hogy megismerik az embert, van olyan, hogy akár a televízión keresztül is, de ha nem vagy ott minden nap, mint ahogy én már most évek óta nem vagyok minden nap, csak mondjuk hetente egyszer 40 percben, hogy azt hány ember kapja el, és hogyan, és én azokkal milyen sűrűn futok össze. Tehát most már egy mondatban válaszol a kérdésedre, most kevésbé van ez a nagy népszerűség itt körülöttem, mint ami volt mondjuk a telefonos játék kapcsán, de múltkor például fölismertek, csak a hangom alapján játszottunk Sátoralja új helyen, és benne egy kóp üzletben, bocsánat, ezt újra fogalmazom, nem kell kimondani. Melyik színész után ismertek fel? Képzeld el, hogy beszéltem telefonon, igen? És azt mondja a lánya a pénztárgép mögött, hogy én tudom, ki vagy. És mondom, ki vagyok? Hát te vagy a Máté. Hát mondom, igen, de mondom, miből jöttél rá? Abból, hogy azt kérdezted, hogy narancslevet kész, vagy őszilevet, nem ez ott. Hát na mondom, jó, de az, hogy a Máté jó. Vagy, de melyik szinkron szerepel? Nem tudom, a vámpédatók, ezt nem tudom, az odaállatot, hogy valamelyik. Na most figyelj, várjál, bocsánat, itt szólt a kollégám, hogy ne figyelj, hogy ne tegyek ki ennyi papírt. Várjatok egy picit, nézzétek, ez a... Atya. Innen kezdődik a Máté, ez még mindig. Jó, de is mindig. Ha nem, csak azért mondom, hogy ebből felkészülni, azért gyerekek, azért gondoljátok bele. Na de most figyelj, várjál! Most egy meg két neked, hát... Na de figyelj! Muszáj az egészet, igen? Na, figyelek! Folytatom. Igen. Névnél azért, mert nézők, egyik kollégám bejött a szinkronba, jött délbe, és sokat bakizott, mire a... másik mondta, hogy mi van veled, miért bakizol? Jaj, hát ma is már megcsináltam 100 tekercset. Mire akkor, miért már 50 helyen voltál? Tehát ez az, hogy hosszú a lista, az nem jelent semmit. Hát bemegy, nyög egyet, és már beírják, hogy szinkronizáltam. Na de erre mondaná az egyik kollégon, na de hogy nyög? Hát ez a kérdés. A kerületbe tegyük szóval. A környék legjobb nyögője. Egyébként, csak még bocsánat, a szexfilmekhez egy félmondattal visszatérve, hogy eszembe jutott, hogy mi is csináltunk egy ilyen filmet, a Fiúk a klubból sorozatot. Ugye? Igen, ja, szinkronizáltuk. Amikor még én is így gyerekcipőbe jártam a szakma ezen területén, és tömegeztünk, és nyár volt, és nagyon meleg volt lenne. De hogy tömegeztetek? Az mert az azt jelenti, hogy egy tudom. Mikrofon adott a film, és benn van mondjuk 6-8, esetenként 10-12 fiú, mondjuk, jelen esetben a Fiúk a klubból esetében, ez homoszexuális férfiak szerelmi életéről szólt, barátkozásáról és egyébként hétköznapjairól is. És hát voltak olyan jelenetek, amik a sötét szobában zajlódnak. Na most a képernyőn sokat nem látunk, de hangban halljuk, hogy ott jól érzik magukat fiúk. Na most nekünk jól kellett magunkat érezni hangilag. De azt nem értem, mert angolul az nyögés, az angolul is olyan. De nem nyögés. Minden esetben maradhat angol. Igen, meg a hangkulissza az más. Már az eredeti filmnek az atmoszférája, és más annak az atmoszférája, amit fölveszünk stúdióban. A kettőt nem lehet összekeverni, ezért kell a tömeget is hátul megcsinálni. Hiába csak morajlást hallunk, és nem hallanánk ki szavakat, hogy annak a hangminősége illjen ahhoz, ami az előtérben zajlik. Na most még mielőtt áttérünk a színpadi színművészetre, azért akkor még az Évát kérem, hogy mondjál légy szíves kedvenc szerepeket, jó? A szinkronból. Én erre készültem, mert hogy én soha nem tudom. Nem mondod. De a Jani de nagyon súgunk. Kedves gyerekek, kollégám. Mondom. Igen, figyelek. Hát az ismertebbek. Ashley Judd, Elizabeth Shue, Alicia Silverstone, Hail Berry, elég ennyi? Én mondtam, hogy készíts erről, mert én nem... Ja, Charlize Theron. Ezek a kedvenc, őket ismerem. Igen. Őket, akiket én is ismerek. Tehát, hogy... És ők is ismernek. Csak ismerünk, nem? Én nem hittem el, hogy ilyen sorozatfüggőnek lehet lenni, de Monkkal kapcsolatban nagyon bírom ezt az egész történetet. Te ismered a Monkot egyébként, de majd erről később azt hiszem, ugye ismered úgy nagyjából. Jó. Szóval hogy... Tudod, mit jelent az, hogy Monk maga a szó? Nem. Most komolyan nem? Komolyan nem. Úgy pedig látod, hogy milyen
aljas emberek ők? Mert azt mondták, mert kint kérdeztem tőlük, hogy amikor nem voltál ott, hogy mi az a monk, ők nem tudják, és erre azt mondta a Máté, hogy de kérdezelek meg téged, hogy tudod-e, és erre mondom, megkérdezem és megmondom, erre azt mondta, hogy de ne itt, hanem a műsorban. Csak azt jelenti, hogy szerzetes. Kettő. Fél visszamenni a műsorba, mert azt hiszi, hogy meg fogja alázni. Nem, nem. Én nem félek. Rettegek. Nagy különbség. Hallotta, mi történt? Lemészárolt. Egyszerűen szanaszét tépet. Úgy éreztem magam, mint a hetedik osztályban. És éppen ezért legközelebb tudni fogja, mire számítani. Az sem érne semmit, mert nem tudok visszavágni. Egyszerűen nem vagyok vicces, nem vagyok vicces. Mr. Monk, ez nem igaz. Natalie 3 éve ismer. Mondtam valaha valami vicceset. Hát... Kevin, mondtam már mulatságosat? Ez remek kérdés, oké, lássuk csak. Tényleg hallok a női és a férfi szerepeknél is olyanokat, hogy sokkal-sokkal a kérésedre kihagyom egyébként a Monkot, ezt csak úgy mondom neked. Nem szégyellem, hogy nem tudtam, hogy szerződés. Na figyelj, hogy azt hallottam, hogy tulajdonképpen sokkal kellemesebb, meg jobb a magyar hang, mint amilyen az eredeti hang. A nőknél eleve egy csomó olyan hangot, tehát én ismerem egy pár ilyen filmnek az eredeti hangját, és ilyen bocsánat, de tökös hangja van, what you want, így beszél a nő. Na most a Monkkal kapcsolatban, hogy egyrészt, hogy a Monkhoz képest, másrészt meg, hogy magadhoz képest mit kellett változtatnod. Ugye ezt nem kell magyarázni a Monkot, ugye? Ez tényleg a világ egyik legnépszerűbb sorozata most. A Schallhaubnak nagyon jó hangja van egyébként, és abszolút valószínűleg, hogy ő is úgy csinálta a szerepet, ahogy én próbáltam a hangot hozzáadni, hogy megkereste ennek az embernek a hangját, mert én szinkronizáltam őt más filmben is, ott pedig nem olyan volt a hangja, mint a Monkban, tehát nem volt annyira lágy, nem volt annyira búgó, visszafogott. Viszont ő egy olyan irgalmatlan jó színész, és azért jó színészt szinkronizálni, mert a szinkronizálás tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy szájnyitástól szájzárásig a leírt szöveget elmondjuk értelmesen, jól hangsúlyozva egy vadidegen ember mesztelen szájára, hanem éppen az, hogy leképezzük azt az érzelmet, és azt, ami az ő arcában, ami az ő figurájában, azt leképezzük, azt leengedjük ide, és az visszajön, és úgy jön ki már a szájon, hogy az megváltoztatja akár a hangmagasságot, a hangszálakat, megváltoztatja az emberben. Nekem sokszor mondták, hogy beszélj úgy, mint a Monk, és mondtam, hogy nem tudok, ha nem látom. Aha. Igen. Attól, hogy látom, az kötődik egy ilyen össze. Egy egyszerű falusi újságírónak, mint én vagyok, ez azért elég sok volt agyilag, de mindegy. A lényeg az, hogy színészileg át kell élni, és át kell engedned magad ahhoz, hogy nem te színészből old meg. Az a különbség, hogyha most azt játszanánk, hogy én grimaszolok egyet, és a másik utánozza le a grimaszolást, ha csak leutánozza a grimaszolást, és úgy csinál, mint én, akkor nem lesz az ő arcán őszinte. A kifejezés. Akkor lesz őszinte, hogyha ő nem az arcom grimaszát képzi le, hanem hogy én mit érzek akkor, mi lehet az, amiből ezt a grimaszt csinálom, és azt az érzetet próbálja saját arcával visszaadni, akkor az ő érzete is ugyanolyan lesz. Ugyanez a hangban, ha én hangban megpróbálom visszaadni azt, amit ő érez, akkor a kettő találkozni fog, és nem fog leesni a vászonról. Hát ez a különbség a színész és a bocsánat, a színész. Tehát neked van egy olyan, hogy Monk hang, tehát úgy, mint ahogy van egy ilyen alaphangolás, tehát akkor, amikor odaülsz a Monkot szinkronizálni, akkor ezt a hangot megkeresed magadban, és akkor azt nyomod. Tudod, mi nagyon érdekes, hogy én nem vagyok úgy valamitől, mint például a Máté, hogy engem így speciál hangról nem szoktak megismerni, pedig nagyon sokat szinkronizálok, mert nekem más a szinkron hangom, mint a civil hangom. Mert valamitől, ha én szinkronizálok, nekem mindig idomul ahhoz a figurához, a hangom. Tehát úgy, hogy nem is erőlködsz meg, nem próbálgatod, csak egyszerűen úgy jön. Sokáig nem ismertem meg a tévéből a hangomat. Aha, én se ismertem meg egyébként. Mert ez a hang nem a Monk, nem a Monk hang, és nem az a hang, amit csináltam Jim Carrey, vagy Jackie Chan, vagy többiek. Igen, az ember idomul ahhoz a figurához, vagy ahhoz a karakterhez, vagy ahhoz a színészhez, akit éppen csinál. Tehát, hogy, itt a különbség a színész és a tanult szinkronizálás. Színész között. Hogy, igen. Hogy csak annyit akartam mondani, bocsáss meg, hogy nagyon érdekes, mert vannak különböző rendezők az életemben, akik bizonyos karakterekre hívnak.
És vannak olyanok is, akik tudják, hogy sokfélére alkalmas vagyok, de van, aki csak a dögösre hív, van, aki csak a naivára hív, van, aki csak az anyuka szerepre hív. És vannak olyanok természetesen, akik tudják, hogy ez mind a három ott van, elég nagy különbségekkel. És most már nagyon sokat beszéltünk Bauer Jóska bácsiról, és ő volt az, aki egyszer bementem, és azt mondta, hogy na figyelj drágám, vedd elő a meleg barna hangodat. Tehát a Mauter József, vagy, aki egy nagyon igen, jelen szinkronizmező. Vagy azt mondta, hogy na vedd elő a csicsergő buta szőke hangodat. Tehát, hogy igazából az ember meglát egy karaktert, egy színészt, és két-három mozdulatból, vagy elmondják körülbelül, hogy miről szól a film, két-három jelenet után már tudod azt, hogy ő hova tartozik. Ő tehát melyik? Ugyanúgy csak hangban ezt megtalálod, mint ahogy igen, egy színpadi szerepnél. Igen, de nem úgy találod meg, hogy keresed, hanem tényleg mint színész megoldod, tehát színészedből. Oldod ezt meg, úgymond. Uh-huh. Azért is kell hozzá, bocsánat, a színészet maga, mert közben meg ez az egyetlen kapaszkodód van, illetve kifejező eszközöd van a hangod. Igen. Semmi más nincs hozzá. Tehát tulajdonképpen amíg, ezt meg is fordíthatjuk, hogy nehezebb, tulajdonképpen nehezebb amíg, csak amíg, hangban. Amíg egy színpadi színész mondjuk, igen, teszem azt, este 7-kor fölmegy, és ő Hamlet 7:30-tól 8:45-ig, akkor őnek ott a keze, a lába, az igen, illata, a teste, a tekintete, a mimikája, plusz a hangja. Mm, plusz. Igen. Nekünk mi bemegyünk a szinkron stúdióba ugyanebbe a ruhába, ugyanezzel a sállal, vagy egy tök másikkal, és mint Monk, mint akármi, mint Jim Carrey, mint meg kell szólalni. Mm. Nyilván én is csak a saját hangomon tudok megszólalni, de azon belül az amplitúdóit tudom változtatni, igen, a magasságát, a mélységét, a kedvességét, a látságát, az erőszakosságát, és a ettől nem olyan egyszerű szerintem azért itt a mi szakmánk, és amit a Jani mondott, hogy le kell képezni, de erre ma már ennyi időnk van csak. És a képezéshez visszatérve, csak annyi, ami nagyon-nagyon érdekes ebben a szakmában, és azt gondolom, hogy ezért borzasztó, hogy ennyire mostuhán van kezelve. Most a szakma az a szinkron. A szinkron, bocsánat, szakma. Igen, a szinkron része. Na hogy de hát az elején nagyon megbeszéltük, hogy nincs ilyen, hogy szinkron színészet. Tehát a szinkron, a szakma ezen részét, akkor így mondom, hogy... Bocsáss meg rád, nem figyelek annyira, mint az Évára. Elnézést, az én hibám. Nem tudom, igen. Hogy ami nagyon-nagyon nehéz, vagy nagyon érdekes ebben a szakmának ebben a részében, hogy például ha csinálsz egy színésznőt, ugye vissza akarod adni azt, amit ő gondol, az ő érzését, az ő reakcióját valamire, az ő arcán, ami megjelenik érzésekre, és azt mondod, hogy ez hülye, ez miért így, ez nem is kéne, nem így kéne, ez egy neked akkor is vissza kell adni, és azzal a hittel, és azzal a lélekkel, és azzal az őszinteséggel kell vissza, de még ha nem is értesz vele egyet, hogy ez egy hülye, mert nem úgy, ami ott csinálja, igen, szerintem, akkor is úgy kell visszaadni, hogy azt a néző ne érezze azt, hogy te mit gondolsz közben. János és Máté, ti ismeritek azt, tehát tudjátok, hogy miről beszélek akkor, hogy az emberhez beszél egy nő, és nézed a nőt, és nem tudod, miről beszél, igen, csak úgy csak nézed a nőt, és nem hallasz semmit. Igen, ne, érted, csak. Vagy. Igen, ez a megoldás. Miről beszélsz, mert itt ül mellett. És látom én is, hogy rám nézel, de közben... Gyerekek, figyelj, kérdezz végig, légy szíves, hogy ki, hogy került, mert ugye itt színház és filmvesztély főiskola, után itt egy csomó nagy színház, folyamatosan a mai napig. Légy szíves, kérdezz le a Jánost, hogy is került a színi pályára valamilyen hasonló kérdést. Ilyen. Nem átlagos. Nem, de ha már így játszunk egy ilyesmit, azt megkérdezem, hogy kerültél oda a szinkronba? Vagy annó, hogy ment ez? Tehát annó is voltak szinkronrendezők, akik... Az egy érdekes akik dolog. Akik mentek a főiskolára, mert nézni embereket? Bocsáss meg, végre egy érdekes kérdés. Amikor én főiskolás voltam, még volt szinkronóra. Vastanárok tartotta, volt szinkronóra, és akkor gyakorlatra mentünk a szinkronba. És ennek van egy másik, és akkor elmentünk egy-két-három tekercsekre megtömegezni, mi is elmentünk, és el is voltunk küldve a szinkronba, és akkor mi a Haas van der Péterrel azt csináltuk fönn a Pannonia Filmstúdióban, hogy volt egy nagy pagoda, ahol ültek a nagy színészek, meg nagy hangok, meg, és ott mentek el a folyosón a gyártásvezetők, akiktől a 2-3-4 tekercsek függtek, hogy igen, ki fogja azt megkapni, és volt egy telefon, egyetlen egy ilyen bedobós telefon volt, de annak volt egy száma. És akkor, ha én voltam fönt, akkor a Haas van der telefonált föl, és akkor vagy én vettem fel, vagy valaki, de azt mondták, hogy és munkaügyben kerestük a másikat, vagy keres. És akkor ne, valaki azt mondta, hogy Háda János, keresik munkaügyben, Háda János, Háda János. És elkezdtük forgatni a nevünket. Mire a gyártásvezető beért az irodájába, és azt mondta, hogy kit hívjuk erre a négy tekercsre. Akkor már négyszer hallott a nevem, és azt mondta, hogy jó, Háda János. És így beindult, és akkor jöttek a 6 tekercs, 10 tekercs, 20 tekercs, igen. Óriási. Egymást mindig hívogattuk föl. Hát ez nagyon jó. Ez most már nem lehet. Most már csak okostelefonnal. Zaki vagyok! Nem hallod? Zakariás Éva vagyok.
nem de jó, ez óriási. Éva, mondja, de lehet, hogy nem fogom hallani, hogy te Gornagy Marisuli, ugye? Igen, én Gornagy Marisuli is voltam, igen, mert hogy engem páros lábbal rúgta ki a főiskola első osztálya. Akkor jó. Jó. És akkor mielőtt nekimentem volna a Dunának, anyukám azt mondta, hogy próbáljam meg a gondolmait. És akkor a Maria rögtön belém szeretett és fölvett, és hát nekem csodálatos tanáraim voltak, mert el kell mondjam, hogy Mensáros Laci bácsi volt, hogy Korrát Tóni, hogy Pogány Judit, hogy Mikó Pisti, hogy Pogány Juci, nem tudom, kit mondtam, Schubert Éva. Tehát nekem nagyon-nagyon fantasztikusan csodás tanáraim voltak. És akkor egy év után volt az, hogy Mikó Pisti kérdezte, hogy van kedved lemenni vidékre? Mert hogy vidéken fiatal lányt keresnek, és hát úgy rád gondoltam, és mondtam, hogy nem. És akkor mondta, és így kerültem vidékre, hogy a Gornagy Mari azt mondta, hogy ha nem mész le, átharapom a torkodat. És mondtam, hogy jó, akkor le kell menni, és akkor Debrecenbe mentem, és ott voltam 3 évet, és így. Aha. És dialektikus materializmus tanultatok a Gornagy Juliban? Mindenféleképpen tanultunk, csak már nem emlékszem egy szóra sem. De dialektikus materializmus neked még kellett tanulni? Abszolút volt mindenféle ilyesmi. De ezt nagyon bírtam különben, hogy valaki azért kockáztatták a jövőjét a színművészeti pályán, dialektikus materializmus. De ez nem osztályozták. Ki se tudom mondani rendesen. Nem osztályozták, nem. Nem, igen, nem, nem vették annyira komolyan, csak meg kellett hallgatni mindenféle ilyen dolgot, de nem volt belőle semmi. Szóval csak inkább szakmailag osztályoztak. Művész úr, meg a Őze Áron neve mond neked valamit, ugye? Ő egészen sok. Ragozzam én. Szóval, hogy ragozza ő. Az Áronnal egy érdekes kapcsolatunk van, bár nem tudom, hogy melyik részére vagy leginkább kíváncsi. Tulajdonképpen... Hát, a Suli először is, ugye, tehát oda a magyar. Igen, én nemzeti színi akadémista voltam egészen egy hónapig, akkor aztán megváltoztatták a Nemzeti Színház nevét Magyar Színházra, így aztán Magyar Színi Akadémista lettem. Egész nem pontosan. Lehet, hogy miattad? Nem, nem. Jó, nem. Szerintem nem voltam én még akkora hal egy a gépezetben. Mi nagyon vártuk az Áront, most anélkül, hogy megbántanék valakit, inkább azt mondom, hogy míg az Évának nagyon jó tanári kara volt, nekem nagyon jó anyaszínházam volt, ahol nagyon jó tanári karom volt, akik nem tanítottak, de tanítottak mégiscsak. Tehát effektív nem tartottak órát, de így lehetett szívni belőlük el nagyon sok minden jó dolgot, akiket említett a János és Sinkovics Imrétől, Agárdi Gáboron, Kállai Feri bácsin át, szóval, tehát tényleg olyan volt a névsor, hogy szuper. De a tanári karom az, hogy úgy mondjam, ráfért egy kis fiatalítás, és az Áron személye és megérkezése egy óriási felüdülés volt számunkra. Csináltunk egy nagyon jó vizsgaelőadást, most utólag azt mondom, nagyon jó, akkor is nagyon jó volt, és hittünk benne. És aztán kialakult tulajdonképpen egy baráti viszony az Áronnal. Majd amikor ő igazgató lett és vezette a színházat, akkor jobbnak láttuk ezt a baráti viszonyt visszarakni egy picit így a szakmai halmazba, és akkor a szakmai halmazból meg aztán az lett, hogy a színháznak is jobb, és nekem is valószínűleg egyszerűbb lenne, ha elválnának útjaink. Így aztán én nagyon nem sértődtem ezen meg, nem forraltam bosszút, és nem tudom, végül is szépen elváltunk, és én azóta szabad úszom, és tulajdonképpen boldogabb vagyok, mint valaha. Mind a mellett, hogy nem felejtem el, hogy honnan jöttem, jó szerepeket játszottam ott, de annak ott vége van, kész, és azóta... Mik voltak azok, amikre szívesen emlékszel egy-két szerepet, mondja azért? Az Arthur és Paul című posgai darabból voltam Etienne, maga Verlaine fia, aki számon kéri aztán az apját, hogy mi ez a homoszexuális szerelem itt közöttük, ahelyett, hogy velem foglalkozni és az én jövőmet építeni. Tehát a Rambo és Verlaine. A Rambo és Verlaine kapcsolatáról szólt, igen. Illetve játszottam az Orpheus az alászálban például Cupido szerepét, én voltam a kis szerelmes. Tetszik ez a Cupido, ezt kiírtam magamnak, igen. A Lamancsa lovagjában voltam Borbély, a Bob Hercegben. Az egy nagy szerep egyébként? Neked az egy olyan volt, aminek örültél nagyon, vagy pedig... Melyik? A Lamancsában a Borbély. Szóval nem sajnáltad, hogy nem te vagy esetleg Don Quixote? Nem, azért nem sajnáltam, mert sokkal jobb Don Quixote volt, mint én valaha lennék a Szakácsi Sándor személyében. Egyébként egy tejfölt, a Tahi Jóska játszotta, és utána lettem én, és hát a Kocsis Gyuri volt a Száncsónk, és a Gregor Berni volt a Zaldonza, és annó én ekkoraként, illetve hát még fiatal zöldfülűként bekerültem, mint Összvér Hajcsár a La Mancha lovagjába, és aztán onnan szépen egyszer csak ott álltam, mint Borbély, és nem, az nagyon jó volt, nem, én soha nem leszek olyan, nem is akarok olyan. Vizsgáztatom a Hadártot, azért még ezt még nem mondtuk el, még ti sem mondjátok el, majd ezt egy pár perc múlva, hogy szerintetek ő hány éves korában állt először színpadra? Tehát rendes nagy színháznak a nagy színpadára először.
Csak kicsit gyorsabb válaszokat. 23. Ha így kérdezik, akkor 12. 23. Ezt tudja ezt a ez választ nézve, szerintem? Nézve. Ezt tudja a választ. Akkor mondd el, hogy hol és hogyan. 12? Azt nem tudom. De, okay. Azt nem tudom, de ha így kérdeznem, hogy biztos. De miért nem, hogy te 13-at mondjuk? 12 Kecskemét, igen. A Katona József Színházban a Légy jó mindhalálikhoz kerestek gyerek szereplőket, és akkor én megkaptam Böszörményi szerepét. És én voltam a Cipőkre. Én Jiros Misit játszottam. Tényleg? Én Bella kisasszony voltam. A Nemzeti Színházban, a Magyar Színház elődje Nemzeti Színházban. Én ott Nyilas Misit játszottam, és az volt az a óriási pillanat, soha nem felejtek el, hogy a végén így kinyújtottam a két kezemet, és a jobb oldalamra Sinkovics Imre, bal oldalamra pedig a Gárdi Gábor jött be, én húztam őket be a tapsra. De jó. Az egy csoda jó dolog volt. Akkor már másodéves főiskolás voltam, de én is, a gyökereim nekem is ott vannak a Nemzeti Stúdióban még. Bodnár Sándor tanár úr, akitől a legtöbbet tanultam talán. Te is ott voltál. Tehát többet, mint a főiskolán? Sokkal többet. Én a főiskolán azt használtam, amit ott tanultam. Azért ez egy pici fellegzőség azért van benned, hogy azt mondtad, hogy nem az új nemzetiben voltál a Nyilas Misi, szóval azért az új nemzeti az 5 éve van, vagy 10 éve, nem tudom hány éve. Hát nekünk az volt a Nemzeti Színház a helyesítő. Tehát azért most egy ilyen 5 évvel ezelőtt Nyilas Misiként azért az már egy picit nagyon avangárd lett volna. Éva Tündér, akartál valamit mondani? Vagy? Hogy a Bodnár tanár úrnál én is ott voltam, és hogy én meg Bella kisasszony voltam a debreceni. Hát igazából meg kell mondjam őszintén, hogy a Légy jó mindhalálikhoz, a musical ős bemutatója az Debrecenben volt nálunk, és én voltam az ős Bella kisasszony. Éva, itt a műsor dramaturgiájával kapcsolatban annak kérlek, hogy bármikor szólj közbe, kérdezz közbe, szakíts félbe, bárkit légy szíves, jó? Szóval ezt szeretném, igen. Na most hol tartottuk a dolgot? A hadartot említettük, igen. Ugye? Meg hát azért neked azért a mostani dolgodat majd, hogyha a hadartról beszélünk, ugye ez múlt időben van ez a hadar, de mégis jelen időt jelent, ugye? És abszolút jövője ezt is van. És még mielőtt a hadartot kifejtitek annyit, ugye, hogy a János rendezés, és téged rendez is a János, ugye? Őt is rendezi. Igen. De hogy igen, de én az Éva véleményem. Úgyis a parkolóra, nem zavarsz nagyon, nem zavarsz nagyon, maradj. Csak akkor lenézek, ilyen, jó. Szóval, hogy milyen rendező a János, mert itten azért ilyen némi szigorúságban, ne nézz így rájuk, ne szugeráld őket. Na, hallgatunk. Ki kezdi? Nagyon szeretek a Janival együtt dolgozni. Azt mondja, hogy nem szeret velem. Nem, ezt mondtam. Én nagyon szeretek. Én nagyon, nagyon hálás vagyok a Janinak, mert... Igazából én nem is tudtam, hogy mennyire hiányzik a színház. Tehát ugye voltam 3 évet Debrecenben, aztán 14 évet Fehérváron, és mikor nekem a második gyermekem, Fanni lányom is megszületett, és 7 hónapos lett, akkor akartam visszamenni. És pont akkor volt egy második igazgatóváltásunk, és mikor visszamentem, az igazgató úr azt mondta, hogy maradjak csak nyugodtan otthon és babázzak. Magyarul kirúgott. Ez a Vörös Marti színház. Vörös Marti színház, igen. Pedig ott te hát ott nagyon... 14 évig ott voltam, hogy, de hát én ott alapító tag voltam. De ugye az egy befogadó színház volt, és aztán Gonagymari Bújtor István és Péterfi Attila úgy döntöttek, hogy lesz ott egy rendes színházi társulat, és akkor a 10 fiatalt levittek a... Mondjál 3 szerepet, amit szívesen, csak azért, hogy tudjuk. Ottaniból. A Marcsát. Mágnes Piska, Marcsa, Stázi, Csádás Kelni, de... Makrancos Hogyben a Katát? Makrancos Hogyben a Katát? Igen, azt is ott jó, azt igen. Is ott... Azért elég gonosz ember ez a háda, komolyan mondom ezt. Viszont felkészült. De milyen szerintem soha nem kapcsoltam volna a Mongot, ha tudom, hogy egy ilyen gonosz ember alakítja azt a szegény félű ilyen aranyos detektívet. De azért nagyon sok prózai szerepem is volt, tehát nem csak operettek, meg musicalek voltak, hát... De mindenféle. Tehát vidéki színházban mindent kell tudni, vidéki színházban mindent csinálsz. De tehát miután én ott hagytam a színházat, és csak a gyerekekre koncentráltam, én 3 évig otthon voltam, és igazából azt gondoltam, hogy nekem teljes is kerek az életem így, és a rengeteg szinkron, és a gyerekek, tehát nekem úgy kerek volt az életem. És akkor pont akkor Janival nagyon sokat szinkronizáltunk együtt, és úgy kezdtem érezni, hogy furcsán néz rá van Jani. Mondom, miért néz rám milyen furcsán a Jani? Tehát úgy nézett, úgy tudod, amikor úgy vizsgál valaki. És mondom, most ennyire szar vagyok, vagy bocsán, ennyire rossz vagyok, vagy nem tudom, tehát hogy miért? És akkor egyszer csak leültünk az SD-be, azt hiszem talán ott kívül beszélgetni, és azt mondta, hogy figyelj, van nekem ez a társulatom, társulat kezdemény, és hogy lenne kezdet beugrani a Süsübe. Mondom, Süsübe, mint királynak, már nem játszhatok. És
És mondta, hogy hát a Dada. Azért tudom, egy picit távol áll tőled a szerep karakterben, de megoldod. Na jó, oké. És ez volt a legelső, amikor be kellett ugranom Galambos Erzsi helyett, ugrottam be a Dadába. Aztán János rendezte. Igen, és aztán utána viszont jött a következő felkérés, az pedig az első nagy szerepem a Janéknál a Vérszipolyban, a grófnőnek a szerepe. Hát ami csoda, imádom. Ennyi. Úgyhogy én nagyon szeretek a Janival. Azóta most volt az Ő Nagysága kabaréjának a bemutatója, ketten játszanak. Voltunk az Országon, most pedig az Apácákban is próbál már. Az Apácákat próbáljuk, így van. Szóval, és fantasztikusan jó együtt dolgozni Janival, mert azért is, én nagyon féltem attól, hogy valaki úgy rendez, hogy közben színész. De ez a Janinál nagyon, nagyon jó, hogy ő mondja színész. Mondja egy rosszat a Janiról, mert most már ez ugye nagyon-nagyon, most már itt felemelkedik. Én azt is szeretem, hogy alacsony. Nekem valaki, nem csak én vagyok alacsony. Jó, hagyjuk akkor az Évát, csalódtam vele. Kész, ennyi volt a szerelem elszállt. Egyrészt megtudtam, hogy nem ártatlan most, hogy tudom, hogy két gyermekem van. Érted, imádom és gratulálok, hogy két gyermekem van, de hogy nem ártatlan, ez megzavart a lelkem. Hogy rendez ez a Háda, Janni, légy szíves, valamit nyomjál róla. Egy negatívval kezd, légy szíves, egy negatívval kezd. Akkor... Nagyon nehéz lesz, de akkor azt mondom, hogy nem véres szájúan rendez, hanem humánusan. Ugyanúgy elvárja ő is azt, hogy én a holnapi próbán én tudjam azt, amiről tegnap beszéltünk, vagy ma beszélünk. Aha. De ha nem tudom hozni, mert akármiért, nincs kifogás, tudom, mert nálunk sincs kifogás, igen, de ha nem tudom hozni, sincs ketté harapva a torkom, és nem vagyok megalázva, aha, és nincs belém rúgva hatszor, mert tudja jól ő is, mert gondolom szegényt őt is néhányszor elnáspángolták már, hogy nem lesz jobb ettől. Ettől nem fog a helyére kerülni semmi. Attól, ha beszélünk róla még egyszer, meg még egyszer, és esetleg megtaláljuk azt a csatornát, amin keresztül tudunk kommunikálni, akkor jobb lesz. De attól, hogy csak elvárom, és közben nem adok semmit, attól nem lesz jó. És a Jani nem ilyen, nem csak elvár, hanem ő ad, mindig ad, alánk ad bizonyos dolgokat, amitől mi föl tudunk lépni a színpadra, vagy a színpadon lévő székre, és aztán egyre magasabbra tudunk menni. Tehát ilyen rendező a Jani szerintem. Hogy a Jani mindig azt mondja az elején, bocsássatok főleg... meg a kollégáimat kérdezem, hogy látni a János feje tetején azt a glóriát? Mert egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, még hogy egyetlen a Jani van, amit nagyon szeretek, hogy ő mindig azt mondja az elején, hogy egy első héten hagyjátok, hogy fölrakjam a dolgot. A Jani úgy jön oda mindig, hogy ő tudja, mit akar, ki honnan jön be, hova megy, ki, mi a cél. Hagyjatok békén, hagyd rakjam föl az első héten az egész jelentet, aztán utána lehet variálni. Igen. De az alapokat hadd rakjam föl. De és azért, ez nagyon-nagyon jó dolog. De azért, mert miért, és ezt is mindig hozzá szokta tenni, mert most én jobban tudom ezt a darabot, mint ti. De egy idő után viszont ti fogjátok az ötödik, hatodik héten lehet, hogy ti fogjátok jobban tudni, mint én, és ez szuper. Pont. Én jövök egy kérdéssel, hogy a hupikék történt, megzavartatok teljesen. Tehát ilyen tömjenezés, gyerekek, hát komolyan mondom, hogy a hupikék törpikékben mit játszott tőle? Gonoszat, nem? Nem. Hupik, törpikét? Hupikék törpikékben. Szerintem ne súgjál, ne súgjál, hát komolyan mondom, tudod, megőrülök. Nem, most nem, anélkül, hogy szerintem igen, a cica voltál. Nem. Mi? Nem. Nem valamelyik törpe voltál. A Duli Fuli volt. A Duli Fuli. Tényleg? Pedig nem ilyen. Nem Duli Fuli. Na mindegy. Na akkor te mondjál valami rosszat magadról, légy szíves, jó? Először is azt nem, előbb ne a rosszal kezdtem, hanem azzal, hogy ez a hadart, ez olyan, ugye, hogy tehát ez a had art, ugye? Hát hada art, mindenféleképpen lehet, vagy valahogy csak kialakult, hogy legyen hadart. Aha. És aztán így maradt. Így és maradt akkor most ez, hogy hadart? Tehát úgy kell ejteni, hogy hadart. Hadart színház. De ilyen tébetűvel, ilyen... Tével, igen. Múlt időben. Nem, igen, nem igen, baj. Igen. Mert az árt, ugye, amiatt. Hogy... Igen, igen. És az igen, árt, az igen, nem árt. Jaj, milyen jókat mondunk. Jókat? Nagyon jó. Reagálj be, légy szíves, hogy tehát valami megint is kell, ahogy vagyunk. Gyerekek, hát én nekem is részt kell venni valahogy a műsorban. Valamit ki is kell vágni. Nem lehet, hogy minden lemenjen. Na jó, szóval akkor hadart, igen? A hadart társulat az egy virtuális társulat, aminek van egy magja, és egyébként hozzá csapódnak emberek bizonyos szerepekre. De egy nagyon jó hangulatú színház, úgy gondolom, én mindig igyekszem arra összpontosítani, hogy a csapat az jó legyen, a csapat szeresse egymást. Eddig sikerült, mert a Csók című előadásunkban is imádja egymást a csapat. Tehát, ő mit játszik a Csók előadásban?
az én feleségemet játsza, a királynét. És megcsókol a végén. A királynét játsza, és a királyt játsza. Egy estére beteg legyen, és akkor én beugranék. Akkor nekem kell beteg. Legalább az utolsó snitre ad. Ezt nem tudjuk megoldani, hogy én bejövök a végén, érted? Azt mondjuk, hogy megöregedett a király. Na minden jó. Szóval ez a színház ez több minden dolgot fölvállal, például az esélyegyenlőséget is, mert általában az előadásunk az jeltolmáccsal működnek, általában be van rendezve valamilyen szinten a jeltolmács az előadásban. Hogy tudjuk elérni? Tehát hol, hogyan, telefontól, címtől? Fővárosi Művelődési Házban fogunk többet játszani Budapesten. Egyébként a egy utcanevet is kérünk szépen. Fehérvári utca 147. 11. kerület. Csak azért, mert sokan a Belvárosi Művelődési Házzal összetévesztik. Igen, Fehérvári úton van. Hát kinn a régi Fővárosi Művelődési Ház, a nagy régi kulturális központ. Így van, egyébként az országban mindenhol játszunk. Ahol a táncház mozgalom elindult például. És a www.hadarttársulás.hu. Hadarttársulás? Hadarttársulás, mert az eredeti neve Hadart Művészeti Társulás. Aha. Tehát mi társulunk arra, hogy művészi színvonalon kulturális dolgokat. Hát rövidített neve társulat, csak ez a hivatalos neve. Igen. Hogy hívják azt az interneten? A logó. Azért, mert a társulat az egy hagyományos értelemben vett társulat. A társulás az több egyenrangú művész társulása egy bizonyos cél érdekében, hogy azt műveljék valakinek. Hát neked ilyen politizálnod is kéne szerintem valami, mert olyanokat mondasz, ami tényleg itt a demokrácia, meg a az egyenrangú társulás. Kénytelen vagyok, hogy fölnézzenek rám, és vezetíteni a társulatot. Ezeket én is így kiolvasom valamit. Fogalmam sincs, mit jelent, csak néha így bevetem, és akkor nem. Ugye rendezed, meg vezeted ezt a társulatot, és tényleg nagyon klassz előadásaitok vannak, hogy magadnak ezeket a jó szerepeket, hogyha lennének, azokat mennyire szívesen osztod? Hát, mint a mellékelt ábra mutatja, én játszom a Süsűben a királyt, igen, és a Vérszipolyban játszom még a grófot, igen, aztán igazán slussz, mert a hát csókban játszom egy tízmondatos pici szerepet, tehát szóval nem igazán adok nem magamnak. Vagy egy kicsit jobb szívű magadhoz ez a kérdés. A Máté segít. Ennek két oka van. Az egyik, hogyha megtalálom azt a szerepet, amit igazán magamra osztanék, akkor azt magamra fogom osztani, de szeretem azokra a kollégákra bízni, akiknek való. A másik, hogy általában anyagi megfontolásból is általában én rendezek, és amikor én rendezek, akkor én nem játszom. Én nem szeretek úgy rendezni, hogy játszom, mert nem lehet fönt is lenni, lentről kell nézni, ritmust kell látni, összképet kell látni, mindenféle dolgot kell lentről csinálni ahhoz, és akkor nincs arra energiám, hogy még egy szerepet is megcsináljak odafönt. Sok kollégám ezt tudja, én ezt nem tudom. Majd eljön az idő, amikor, mert azért egy magánszínházat fönntartani anyagilag az nem egy kis munka, és ezért igyekszünk ott spórolni, ahol tudunk, tehát sokszor spórolunk a rendezőn, ha már van valami talentumom hozzá, akkor én csinálom. Most például nem én csinálom, a Kökényesi Ági rendezi az Apácákat, aminek február 19-én lesz a bemutatója. Tudom, hogy a Fővárosi Művelődési Házban az Apácáknak most február 19-én lesz, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Vojtági Vándor Éva, Zakariás Éva, Csarnói Zsuzsa, Laurinyec Réka, Mirai Kati. Zakariás Éva is benne van. És Apácát fog játszani? Igen. Öt csaj és fantasztikusok már az első héten tartanak, és már fantasztikusok részt a program. Az, hogy másoknak vett közül, az elég öreg vagyok már, de hát azért nem megyek oda. Az eredeti színészek esetleg valamiféle kapcsolatban vannak veletek? Tehát, hogy mondjuk ez a Monka Tony Shalhoub tud arról, hogy vagy te esetleg írtál egy levelet, vagy te nem, nem tudom, a dolog úgy történt, hogy én fölmondtam egy olyan 5-6 mondatot szalagra, igen, ezt kiküldték, és utána a castingot rendeztek, és a Tony Shalhoub tudott úgy rátátogni az én hangomra, hogy őt választották a Monknak. Aha, értem. Jó, hát ezt látod, ezeket nem tudjuk. Na most akkor, ha viszont ez így van, akkor az a következő kérdésem, amit tulajdonképpen befejező kérdésnek szánnék, hogy nem lehetne egy olyan, hogy írsz egy levelet ennek a Tony Shalhoubnak, te meg a Ryan Reynoldsnak, te pedig mondjuk a Charlize Theronnak, mondjuk igen, és azt írott, hogy kedves Charlize, meg kedves Tony, meg kedves Ryan, igen, én vagyok a ti hangotok itt Magyarországon, az az ötlete van egy kedves barátunknak, Sütő Péternek, hogy egy évig dobjuk össze a fizetésünket és felezzük meg. Nem akartok egy ilyen levelet? Ha nem is erről, de írtam neki levelet és kaptam egy dedikált fotót. Tehát tud róla, hogy én szinkronizálom, fogalma sincs, hogy
Nem reagálod le itt vagyok, ezt a lóvé lehetőséget. Az az igazság, hogy valószínűleg ugyanannyit kapott a filmért, mint én a szinkronizációt. És így már képzeletben meg is osztoztatok. Ez nem szokott eszetek. Rosszabb autója van, mint nekem. Hogy te jó Isten, ő mennyiért csinálhatja? Ezeken nem szabad gondolkodni, mert ha elkezdünk ezen gondolkodni, akkor kitör a forradalom, tehát már a szinkron szakmában. Na akkor, hogy ne hadarjak sokat és fölöslegesen, még egyszer a Hadártnak akkor a következő bemutatója, az február. 19-e, Fővárosi Művelődési Ház, Fehérvári út. Igen. Apácák. Igen, Apácák. És öt apáca, Bojtági, Vándor Éva, Zakariás Éva, Csarnói Zsuzsa, Vándor Éva és Laurinc Réka és Mirai Kata. Elmondtam volna, jó. Igen. Ez most hat név, de van egy kettőzésben. De légy szíves, Máté, te mondj egy darabot, ami most így programom van a Hadárban, ott a Fővárosi Művelődési Házban, a Fehérvári úton. Például az Országomat egy csókért című Dóczi Lajos darab. Ez az, amiben megcsokolod. És fog készülni egy Őrületek tornya című vígjáték, amik a főszerepet játszol. A főszereplő a Máté lesz majd. Igen. Az Őrületek tornya című vígjáték fog készülni, igen. Amiben ő egy ikrek, saját ikrét játsza. Én azt szeretném kérni, hogy akkor az Éva fejezze be a műsort azzal, hogy a többi darabot elmondja, jó? Mert hát amit most mutattunk be, nem olyan rég, és nagyon szeretem, az Őnagysága kabaréja, amit ketten játszunk Mérei Katával, és a 20-as években repít minket vissza, sanzonokkal, kuplékkal, és egy csodálatos, hát mi azt szoktuk mondani, hogy minőségi bulvár. Tehát ez abban az időben, amikor ugye azt mondták, egy Megyeszai hölgy, Vilma és, ugye? Igen, és Megyeszai Vilma és Vidor Ferike, aki azokban az időben nagyon nagy sztárok voltak, az ő életükből egy kiragadott öltözői jelenet, nagyon érdekes. Kéne nem tudja! Mindig kéne nem tudja! És? Ami még kérem, szeretném, tudja? Mindig kérem! Azért merem mondani, a Jani azért nem meri mondani, mert ő rendezte, az Évi játsza, én viszont láttam, kívülálló vagyok. Én nagyon szeretem, ha beszélsz, de amikor az Éva beszél, és komolyan fiasztok. De én meg szeretem, mert dicsért. Van még valami mondani való, Éva? Nem mondod az összes szinopszis, csak mondod a darabot. Jó, Vérszipoly, az a kedvencem, egyiket ezem. Süsű, a sárkány, kalandjai. Oszkár! Hát, hogy abba is beugrottam, az Oszkár. Igen. Van még valami, Háda úr, amit kihagytunk? Hát figyelj, most nem tudtam figyelni, mert csak a szemét néztem, de... de egy magánkézben néző színháznak azért felsoroltunk 10-12 darabját, ami jelenleg is fut, és újabb bemutatók vannak, szerintem ez azért egy nem rossz. Hát akkor búcsúzunk azzal, pont, hogy ne az évet sztároljuk most, hogy leveszük a kalapunkat Háda úr előtt, jó? És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesek voltatok, és eljöttetek, köszönjük és szépen. Kibírtatok, és... Külön köszönöm azt, hogy az Évát elhoztátok, és megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyire futotta már az időnkből, remélem, hogy önök is jól szórakoztak. Én nagyon örültem, hogy ezzel a három művésszel itt beszélgethettem. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!